Tisztelettel köszöntöm a Hit Radio minden kedves hallgatóját a mikrofonnál, Király Tamás, ma pedig az imatáborról fogunk beszélgetni, amely július 29-én kezdődött és augusztus 3-án ért véget. A tapasztalatokról a szervező város lelkészét és Kornélt kérdezzük Salgó Tarjánból. itt van velünk a vonal túlsó végén. Szerusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Berus, Pont azon gondolkodtam, hogy azért mi időről időre beszélgetünk az imatábor programjairól, hogy hányadik imatábor volt, számolod még? Persze számoljuk, mindig ki is írjuk, meg is egyezünk. 17. volt, Azt de nem 18 a éve. 18 éve, mert ugye egy a Covid alatt kimaradt. A kezdetekhez, ha visszamegyünk, honnan jött az az ötlet, hogy szagotarjánban tábor legyen, és honnan jött az az ötlet, hogy ima tábor legyen? hát figyelj, a helyzet az hogy, az, hogy tábor legyen, az körülbelül 1990-re nyúlik vissza. Akkor születtem. Ez akkor tüled, mi meg akkor szerveztük az első salgótarjáni testvéretnek az ima tábort. Méghozzá porád óhuta voltunk föl táborozni, körülbelül 60-70 fővel, és ott volt már egy olyan élményünk, hogy úgy egész héten együtt voltunk, tényleg szeretetben, békességben, mindenféle harag, vese, veszekedések nélkül, mint egy ilyen búrába lettünk volna, hogy megszűnt a világzaja, élveztük az Úr jelenlétét, megtapasztalunk olyan jelenlétét az Úrnak, ami, ami úgy voltunk, hogy ez, ez, ez jövőre is. Ez, ez, ez. Minden héten nem lehet persze, mert dolgozni is kell, meg mit tudom én, de, de azt akkor tudtuk, hogy ez, ez jövőre is, ez jövőre is. És még elmondom, hogy előtte való évben, csak, csak azért nem azzal kezdtem, mert ugye a, a, a salgotanát én amikor megtértem 89 be akkor képzeld, el, egy hetes keresztén voltam, és az nem imó volt annak a neve, de hát ilyen keresztény tábor volt, a Budapesti gyülekezet szervezte a szófőn, és hogy, hogy, nem én pont egy héttel előtte értem meg, és oda már, mit tudom, én valahogy egy ott is teremtem egy hét után, mert tudtam, hova megyek, lövésük nem volt semmi, tudod. És ott, Bedogtok ott a egy mély móda... Igen, igen, hát de tényleg az, hogy ott bűnvallás felkészítő is volt, bűnvolláson volt le, akkor előtte Budaörsön bent voltunk, volt szombaton összevető, utána vízkeresség volt, lementünk, ott voltunk egy hetet, ott bűnvollás, visszajöttünk, és Buda Öső, megint bementünk Gyülibe szombaton, a végén meg Szent Szellemkereség, Sándor imádkozott Szent Szellemkereség, hogy egy hét alatt ez, az egész életet gyökerestül megváltozott, felfordult 180 fok minden, és ott is ez, ez a tábor is olyan élményen volt, hogy szerintem az is már bejátszott, hogy utána mi jövőre, és, mert utána Budapesten nem szerveztek, valahogy 90-ben nem volt ilyen, mint, mint 80 az aszófői ja, valami. Ezt, a gyülekezet történetéhez ugye hozzátartozik, hogy az aszófői ház egyszer leégett. Igen, de... igen, és ott pont akkor szerintem, és szerintem ott az valahogy visszavetette ezt, és valami, ott volt, egy kis zavar szerintem, nem tudom a részleteket, de azt tudom, hogy, hogy, hogy maga, nyilván szerintem az ördög is azért volt ideges, mert, mert valahogy olyan, olyan isteni élményekben részesültek emberek, hogy nyilván ott az ördög szerintem próbált bekeverni, vagy bezavarni, vagy egyáltalán. Én azt gondolom, de egy a lényeg, kérlek szépen, hogy utána mi, Tarjánba, mivel hogy nem szerveztek Budapest, akkor, 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 menjünk el mi együtt magunknak, kimentünk ide a Mátrába, tényleg nem messzire, ott voltunk egy hetet, egy falunak a szélén, kint az erdő, az egy ház volt, de igazából sátorodtunk. És ott minden, minden nap igét tovastunk, dicsértük az urat, imádkoztunk, amiket tudtunk itt szellemek, de játszottunk, sütünk, főztünk, közösséget gyakoroltunk, evangelizáltunk, tök jó volt minden. És akkor azt, mi, azt akarom mondani, hogy mi ezt minden évben után ezen felbúzulva, mi minden évben tartottunk Salgó Tarján egy gyülekezetnek, külön elmentünk táborozni. És utána volt, hát most már utána, ez ment évekig, tizen pár évig, és utána volt, hogy ezt már egyszer elmondtam talán, és Sándorral is ezt, mert ő is azt hitt, hogy ezt én találtam ki, de nem én találtam, mert ő találta ki, csak <laughs> Áthárítja a felelősséget. <laughs> Mondja, hogy milyen jó kitaláltam, de nem, nem talált, nem itt, én találtam <laughs> És tényleg az volt, hogy, hogy volt itt egy gyerektábor megszervezése szintén fenn a, fenn Mátrába, és valahogy, valahogy az, ott akkor már, már Debrecenbe kész volt a gyülekezeti ház, és már le volt foglalva, de közben kiderült, hogy már ugye több hónap előtte le kell ezeket foglalni, hogy, hogy azért ott jobb körülmények lennének a gyerekeknek, stb. stb. Meg, meg ott nagyobb létszámot tudnak összejönni, de már mivel le volt foglalva, akkor a Sándor azt találta ki, hogy, hogy akkor ne engedjük el, akkor, legalább egy ilyen, úgymond egy imatábor legyen. De akkor ez, ez, először, ezt ő találta ki, hogy hát mi legyen ott, mi legyen ott, imatábor. És mivel ugye aránylag én vagyok itt a legközelebb gyülekezet ehhez a helyszínhez, hát engem kért fel, hogy, hogy, vezessem le. Hát én, de én sem tudom, mit kell vezetni, vagy <gül> hogy <laughs> még persze, ne vezetem. hogy mi hogy. És persze akkor is már úgy volt, mint hogy most is, hogy ő minden nap küldött le két szolgálót, délelőtt, délután, imáró, a mai napig emlékszek, az ima fajtáiról volt szó, mi hálaadás, könyörgés, közbejárás, szellemi hasz, dicséret, most is sorolom, de minden nap jött le két prédikátor, egy pásztor, és akkor hát mi meg a szervezkedtünk, mókoskodtunk, de hát igazából nem nőnk kellett tudni nagyon semmit nem szervezni, csak úgy ott kellett tényleg lenni, hogy valaki mégis az egészet átlássa, mit tudom én. És az volt a lényege, ugye még, még a Mihály Józsefék, a Gödöllői gyülekezet voltak így a gazdaság, náluk kellett regisztrálni, jelentkezni, neki voltak ott ilyen kollégái, kolléganői, akik ezeket a pénzeket beszették, tudod, meg ezeket a részét, tehát nekünk ezzel se kellett foglalkozni, és ez is az, az egy, egy könnyebbség volt. Na mindegy, az mondjuk, hogy ez lement, és mi azon a nyáron is, ugye, mi, mi, akkor már rég mi is leszerveztük, hogy mi is mentünk táborozni, és mi ugyanúgy rávaló évre is megint megszerveztük a magunkat, hogy hova megyünk, és akkor gyakorlatilag valamikor így július vége fele megint jött a felkérés, hogy, 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 hogy Sándor szeretné, hogy legyen imotábor az idén is. És egy testvéren keresztül megkeresett, hogy, 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 hogy én nagy táborosok, hogy, hogy nincs valami helyszín. Hát ilyenkor már nem nagyon van. Ta -ta 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 -ta. Na, de ugye nekünk is akkor készült el az iskola, és akkor ez, ez volt az ötlet, hogy a Debrecenben jó sikerült az a ifi tábor, és itt is a nagy ingatlan itt van, stb. Akkor lett kész a tornaterem, hogy akkor nem -e lehetne itt. Hát mondjuk, de lehetne, benne lehetne, tudod. És akkor tényleg akkor meglett, de ugye közben már voltak ezek az evangelizációs táborok is, és ugye azt, azt tudtuk, hogy ez minden évben máshol volt. És én akkor is azt gondoltam, hogy jó, hát most ezt megkértek, oké, persze, megcsináljuk, és nem, senki nem gondolta, hogy utána megint itt lesz. Azra gondoltam, hogy jövőre meg megint valahol máshol lesz, gondoltam én. Úgyhogy mi jövőre is szerveztünk magunknak. Megint külön tábor, megint mentünk magunknak valahova táborozni, és akkor ez megint megismétlődött, hogy akkor megint, de megint nincs helyszín, akkor megint legyen itt, így úgy. És akkor az volt, hogy még egy négy-öt évig mi, mi mindig szerveztünk, mindig azt hittük, hogy majd el fogják vinni máshova, de ha láttuk, hogy ez itt marad az egész. Utána mi, az, mi el is engedtük, és most már hát és utána se vitték mindegyek. el máshova. Nem, és akkor de milyenket meg elengedtük, mert az, az se szabadságolásban, se minden erőenergiában, és hogy két tábor tudod minden évben végig az, az úgy húzós volt. Úgyhogy 10-12 év elengedtük a tarjányoknak, nincs saját táboruk, de így az imotlával becsatlakoznak. Hát azért azt is elmondom, hogy most az idén is, meg tavaly is, tehát azért 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 az 1000 főhöz az abban 500 fő, az Salgó tarjáni gyülekezeti tag a, a része. Csak mondom, hogy a fele az, az a tarjány gyülekezet, az oda, oda teszi magát, és az ott vannak, és szolgálnak, és segítik, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek. Meg az jutott eszembe, hogy most már, ha itt téged azok, akik nem tarjánban élnek, meglátnak, akkor biztos, hogy az első három kifejezés, amiről a deszük bejut, az az imatábor. Én voltam veled, hogy esküvőn, hogy valaki ott ismerkedtek meg, és akkor téged meg meghívtak, és gondolom ezért ilyen történeted van. Hát igen, igen, ez, ez, most már hozzám van kötve meg tarjához, én meg salgottam kötve, hogy ez így sajnos logikusan így, így összeztük a kötődöt, úgyhogy nem tudok ezzel sajnos, vagy, vagy, nem sajnos kibújni, úgyhogy, de ezt vállalom örömmel. A közösségnek egyébként, tehát a te gyülekezetednek, ez egy óriási munka és kihívás, gondolom, de emellett a közösségi életet és az egységet azt mennyire erősíti egy ilyen tábornak a lesz, 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 lesz Az van, hogy vége van, és akkor mindenki így kifekszik, hogy hú, végre, vége, most három hétig nem megyünk is tiszteletre, vagy pont, hogy megerősödnek ilyenkor az emberek? Nyilván baromire elfárad mindenki, mert ugye ez azért nem egy szó, ez körülbelül egy-két hónappal már előtte elkezdődnek a, a, folyamatok, meg ugye láttad, hogy át van szervezve a szállások, stb. Tehát, egy nagyon nagy melók vannak, meg minden újra van felépítve, mindent nem akarom hozzá mondani, és utána is láthat még egy-két-három hét, meg még utána, hogy visszaállítani a, a, az iskola funkciót, hogy mire szeptember egy lesz addigra, a gyerekek tudjanak jönni tanulni iskolába. Úgyhogy ez, ez azért egy elég nagy meló, de nyilván ez a hét azért, amikor tényleg úgy, úgy mondjuk ez a csúcsra járatás, de előtt és sok volt tényleg utána is, de nekünk, én, én ezt így vettem észre, hogy tényleg a salagot, amit gyülekezettek az élete, az körülbelül egy év, hogy kétszer van csúcsra járatva, egyszer januárba, egyszer pedig így augusztus, július-augusztusban. Januárban mi a van, a sí, tábor vagy... Nem, hanem három hetes közös böjtünk van Már. ilyenkor, és az is nagyon intenzív, és az is kb. 17 éve van. És, és na, még ezt is elmondom, meg képzeled, de ez is egy, ezt is csak egy olyan 10 éve vettem észre, tehát a 7 hét, hét tehát vagy 8, mire ez nekem így tudatosult bennem, mikor mi elkezdtünk közösen böjtölni, képzeled, de itt Tarjámba, és minden évben három hétig keresünk az urat, arra az ígére hagyatkozva, hogy, hogy először keresítek isnek az országát, stb. 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 És akkor, hát mivel évele mindig egy új év, hát akkor először ott is azt gondoltuk, hogy jobb, hogy egy, az urat keresünk, hogy ebbe az évben mi legyen, hogy legyen, stb. 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 Nem akarom hosszan mondani, hogy most hogy bőtölünk, mit bőtölünk, de te szabadságban, aki nem akar, nem bőtölt, tehát nem ilyen kötelező, de az elég sokan részt vesznek benne, és de van, aki nem három hétig, csak kettő, vagy csak egyik, vagy csak hét, egy napot. Tehát ez mindenkinek a hitel, meg a egész egészsége függvényében, de egy a lényeg, hogy képzeld el, mi ezért nem bőtöltünk akkor, nyilván van neki a céljaink, stb. gyülekezet, vagy a városunk, vagy a nemzetünk, vagy, a, vagy bármilyen kapcsolatosan, gyógyulás, szabadulás, de az egyáltalán nem bőtöltünk, hogy, hogy, itt legyen az imatábor, de amikor először januárba bőtöltünk, abban az évben volt itt először az imatábor. És ezt nem kértük az úrtól, de utána nekem mégis az, az, az jött le, hogy ennek van hozzá között. Most kerestük az urat, hogy mi legyen, ott legyen, és ezt úgy valahogy Adta, de mondom, ez csak a 6-7 év múlva vettem észre, hogy, hogy ez, ez pont ugyanabban az évben történt meg. De csak ez csak érdekességéből mondom. Hát egyébként hadd mondjak egy ilyen személyes dolgot, hogy például a feleségem, aki többször volt ima táborban, többek között nálatok ö, sajátította el azt, hogy januárban érdemes bőitel kezdeni az évet, és ő meg megtanított engem erre. És például a, az én média vállalkozásom, tehát az Ultrahang, és ezek az egy három hetes ugyanilyen bőjtnek. Sőt, én azt kitoltam, 40 napig, mert annyira élveztem a 21 napot, ja. hogy 40 nap lett belőle, de annak a végén született meg például az ultrahang, és lett teljesen megváltozott úgy emiatt, aztán az egész médiában való szereplésünk, meg minden, szóval nagyon sok magot hintettetek el, gondolom, ezen a területen is. Hát én, én, ugye azt látom, hogy a bőjt, ugye sokszor nem, nincs -e helyén kezelve, nincs úgy gyakorolva, mert mi most is, mi a gyülekezeti szinten, ugye januárban böltölünk három hetet, utána minden hónapban böltölünk még három napot. Tudatosan, közösen, minden hó első hétfőket szerdáján közösen Meg Megvannak egy 8-10 böjtcél, limacél, amikért böltölünk, keresünk az urat, kérjük, könyörgünk, stb. És egyszerűen valahogy nekünk ez annyira jó, hogy nem az, mit csináljuk, mert, mert mondják ezt csak törvény, meg nem törvény, meg vannak vélemények, ellenvélemények, nem is érdekel ez mindenkinek, gondol semmi gond, de nekünk az annyira bejött, meg annyira működik, hogy úgy vagyunk, hogy mindegy, hogy ki mit mond, csináljuk azt, nekünk ez így jó. Na, beszéljünk egy kicsit a mostani táborról, hogy milyen témák voltak, és mi hangzott el, és hogy értékeled. Fú, te nagyon sok minden hangzott el, ugye volt hat hét előadás, hét előadás, egy hét összövet, inkább így mondom, ugye egy nap volt szünet, ez egy újdonság volt, eddig ilyen nem volt a 17, eddig 16-on, de most ugye kitalált, ne, nem mi találtuk, csak látod, hogy az agroszban, és Sándor ezt kitalálta, nem tudom, kitalálta ki, hogy van egy pihenő nap. És ez annyira bejött, képzeld el, hogy, hogy, egyszerűen tényleg így, de itt is az a, az, 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 az igaz, hogy megvan az Isten népének a maga szombatja, tudod, hogy, hogy valahogy még ebbe az imotából is, ez, mert ez, ugye az egész egy pihenés, de azért nyilván fárasztó is, és olyan jó volt, hogy egy, egy, egy napot úgy ebből megszokott menetrendből is kicsit úgy kikapcsolódtunk, és ott a pénteken még persze vissza, de, de nagyon jót tett neki, és hát tényleg, ugye ezek körül, ami, ami most, hogy kik a világurai, ugye, ugye amiket ti is ugye boncolgattatok, és ez a római birodalom, meg ez az ekumené, hogy ez az Ekumenus mozgalom, hogy hogy, és ezek milyen szellemi hátra, milyen múltja van, 2000 éves visszamenőleg, hogy, hogy mi, mi, miért vannak, hogy vannak, és igazából ennek a mostani aktuális részei, hogy ezekért hogy kell imádkozni, és ebből hogy jönnek be ezek a politikai mozgások, ezek a háborús történések, szellemi mozgások, és hát nagyon-nagyon értékes és érdekes látásokat, de volt szó a tekintér, hogy, azért, hogy, 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 hogy milyen fontos, hogy az ember ne tényleg ilyen magányos farkas legyen, tekinti alatt legyen, szellemi tekintet, de van társadalomba is, családba is. Előtte Hag ha Péter beszélt. A... Igen, 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 az, az nagyon-nagyon, is nagyon, nagyon jó volt. És, és tényleg ilyen, ilyen tehát ugye rengeteg hamis profitás van mindenki, tudod, annyi minden van, most a net sajnos, hogy így elszabadult, hát ott minden van, amit akarsz, és hogy most, most melyik az igazi profit, a melyik a hamis, mert tényleg annyi mindenki akar jó, és még egy jó szándékot ne, ne, nem is vonom meg tőlük, de hát, de hát hogyha most nem hívtal el az úr profitának, akkor hiába akar ő az lenni, tudod, sajnos, és, és, és mivel ő magát is becsap, ezért másokat is be fog csapni, és hát nagyon sok ilyen ilyen, ilyen hát nem is tudom, szerintem nagyobb kárt okoz, mint hasznot, sajnos, am amik így elhangoznak, hogy, hogy no, most ilyen profitai tekintéllyel fölruház. és ezek szerintem nem jó. En engem is idegesít mindig, amikor valakit látok a neten, és úgy van kívül, hogy profét, de életemben nem is hallottam, hogy pládu magyar, és többi, hát már csak láttam 35 évvel át, hogyha van itt profita, olyan profita van, tudod de az, hogy most tudod, ilyen féta vagy, hogy csak ő ismeri, mert még három ember, akkor az úgy, az ő furcsa tudod, hogy most akkor csak annak profit. Na Anna mindegy, nem akarok bántani senkit, de ez is egy nagyon érdekes előadás, előadás volt a Ruf Tibortól, ugye Mészáros István is lent volt, és a, 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 a Súrján Csóba is ezekről beszélt, és tehát tényleg az egészet Sándor szerkesztette meg, és nyilván az egészben volt egy koncepció, egy látás, ebbe kettetek, ugye ti is bele, meg a, meg a Pécsi Tibor, a Súrján Dáviddal is szintén ezekbe kapcsolódott be, úgyhogy tényleg egy ilyen egységes látás, csak több oldalú megvilágítva, és nem beszél arról, Sándor meg ugye hétfőn videózenettel, kis 40 percben elmondta ezeket meg, hogy majd mi lesz, hogy lesz, és megáldotta a tábort, és tényleg hát a, 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 az is óriási áldás, az, azzal kezdtük. Úgyhogy tényleg tartalmas volt nagyon, és nagyon-nagyon építő, és nagyon sok új látást, és nagy motivációkat kaptunk, ima célokat. Úgyhogy ezek jók, ezek óriási áldások. És ha tudom, te pedig a pihenésről beszéltél. Hát ugye, igen, igen ezt, 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 ezt a csütörtöki nap, hogy legyen egy pihenő nap, ezt, ezt mondom főleg erre az igére hivatkozó, hogy megvan az Isten népének, a maga nyugalom napja, vagy a szombatja, ezt, ezt, ezt szeretük volna, hogy egy picit ezt, erre is, hogy rávezetne az embereket, hogy tök jó az, hogy harcolunk, meg küldünk, meg dolgozunk, meg megyünk, de minden héten egy napot, erre, ebbe is ugyanúgy megvolt, hogy sokan mondják, hogy a törvényben volt, meg ószövetség, oké, nem is mondtam, hogy senkre ezt kell csinálni, de én akkor is csinálom, hogy ez nem kötelező, ugye mindenki megcsinál, amit akar tőlem, tudod, de, de szerintem tök jó minden héten egy napot pihenni. Képzeld el, hogy én ugye meghallgattam, amit ott mondtál, hogy akkor most kapcsolják ki a telefonjukat, hogyha tudják, ja. és Igen. annyira Szent irítség fogott el, én ott pont ugye nem tudtam tovább maradni, igen, hogy, igen, igen. hogy vasárnap megcsináltam. És annyira ha. jó volt. Ugye, hogy jó, jó? Rádvaló hivatkozással félretettem a telefont, és egy napot eltöltöttem úgy, hogy elősen vettem, és, és kifejezetten szabadságérzés volt. És ilyenkor jön rá az ember, hogy hogy mennyire jó néha tényleg kiszakadni, megnyugodni, és akár tényleg semmit csinálni. Igen. Az is egy fontos dolog, néha, hogy ne igen. csináljunk semmit. Igen, és ugye itt nem a lust, valaki mondja, hogy lustosak, én nem azt mondom, hogy egész héten ne csinálják semmit, de dolgozzál kőkeménye, meg peregés, eregél, meg, meg legyél szorgalmas, meg mindent, de én csak azt mondom, hogy egy napon meg ne, és ne is gondolkozzál melón, de tudom, nagyon nézem, hogy megcsinál, sokan az ellenzik, nem is tudják megcsinálni, de nem is kell egyből, hanem kell hagyni magunknak erre időt ráhangolni, elég az, hogy először csak két-három órát egy héten, utána szépen, de egy egész napot megállni tudod, és gyönyörködni, mert szombat szóval az is tud, hogy gyönyörködni tudod, gyönyörködni, amiket az Isten teremtett, vagy adott, meg magába az Isten személyébe, Az így egy egész napot gyönyörűségbe eltölteni, hát sok ember ezt egyszerűen nem, nem nem kész erre, hogy, ezt, hogy, hogy egy egész napot így el tudjon tölteni, mert bűntudata van, hogy nem csinált semmit, a többi, a többi. És hát nyilván ezt tanulni kell, és én, én, még az, az az igen nekem egy ilyen alapig ebben, amikor Jézus mondja, hogy, hogy jöjjetek hozzá mindjárt, akik elfáradtatok, és megterheltetetek, és az, egy, az egyik angol folytás úgy adja vissza, hogy és én megtanítolok benneteket pihenni. És ez nekem nagyon tetszik. És hiszem, hogy Jézus nagyon sok mindenre tanít bennünket, mert eddig is sokat tanultunk tőle, de pihenni még nem annyira tudunk. Szerintem a hídgyűlökezetében az, hogy pörögni kell, szolgálni kell, menni kell ezerre, azt szerintem egész jó megtanulták a testvérek. Van nekinek persze, hogy most is tanulni kell, aki drunkos, neked ilyen is van, de szerintem nagyon sokan nagyon jó szolgálnak, szorgalmasak, becsötesek tisztességesek, oda teszik magukat, nem kímélik magukat, minden tiszteletem övék. De nincs is ezzel gond, ezt tovább is így kell csinálni de azért egy héten egy nap szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy az ember tényleg ne, 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 a kifáradás folyamatában élje, hogy hétről hétre, hónapról hónapra évő egyre fáradta egyre fáradt, egyre fáradtabb, mert ebből meg csak probléma van. Úgyhogy én, én engem is az úr tanít erre most is, megmondom őszintén, én is tanulom, és egyáltalán nem tartom magamat, hogy nagyon előrehaladottnak benne, de nagyon élvezem, ahogy az úr tanít, hogy hogy, hogy, hogy kell pihenni. És ott a pihenő napot te hogy láttad, mennyire érték át a testvérek, vagy mennyire sikerült? ezt jól képzel, annak örültem, hogy átment, és annyira hálásak voltak, ott köszöngették, hogy ez volt az egyik legjobb, így úgy, stb. Tehát, tehát átment az egész. Nem mondom, hogy pont mindenki ugyanúgy, mert nyilván nem is lehet várni, de nagyon sokan elkapták, ráéreztek. Hát valaki, most gondold el, hogy tényleg tíz éve van mobiltelefonja, az öt perc nem kapcsolta hogy még ki soha. É. Nem is volt ilyen, mert, mert minek, mert jobb, hogyha vészeset van, hívnak, mert nyilván van, neknek, nem is lehetne ügyelet, meg orvos, mert nyilván van kivétel, tehát nem mindenki orvos, nem mindenki ügyeletes, szerintem nagyon sokan simán megtehetnék érted, hogy egy napra kikapcsolódjanak, és nyilván nem, nem a semmi tevésbe, hanem az urba kell bekapcsolódni. Azért kapcsolódunk ki csak a telefonból, hogy az urba be tudjunk kapcsolódni. Tehát így, így teljes szerintem a kép. Na, és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy én beszélgettem néha olyanokkal, akik azt mondták, hogy fú, én úgy elmennék az ima de hát úgy, ott már úgyis mindenki ismer mindenkit, én nem is vagyok az a barátkozós típus, biztos olyan furán érezném magamat, hogy mit üzennél nekik? Hogy ezek előtéletek. És, és, ilyen ön, ön, ön gondolatok, nem is tudom. De nem így van, nem így van. Szerintem kellemes csalódásban lenne azoknak része, akik így gondolkoznak. Úgyhogy mindenkit búzítok, hogy érdemes kipróbálni. Nem akarok én sem rábeszélni senkit, de egy próbát megéri. Azt mondom azt, hogy ha valakinek nagyon nem jön be, akkor lehet, van szabadság mindenkinek van oda menni, ahova szeretne, persze. Na, hát becsorítjuk a kedves hallgatókat, hogy idén Igen. már nem, de jövőre ö, jelentkezzenek a salgótarján táborba. Vannak Igen. akkor még szabad helyek egyáltalán, vagy ez hogy van. Elég tele van, volt a terem. Mindig van. Nem az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy azért van egy van egy cserem, és tényleg az, hogy hogy mindenkit nem tudunk fogadni, és tényleg le is van korlátozva egy, 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 egy bizonyos létszámra, de az a helyzet, hogy hát tudod, azért mindenkinek van most is több ember ígérte, hogy jön, szeretné, aztán meló jött közben, nem kapott szabít, egészségügyi probléma, mégiscsak, tud, tud, ezer, tudod, az, hogy valaki itt tud lenni, most értsd, de 20-30 dolognak össze kell állnia, hogy, hogy, sikerüljön neki. Tehát azt, azt mind Anyagilag, hát most ugye nem is ingyen van, tudod, meg ide, ide utaznak, itt aludni, tudod, hát jó kaján, otthon is kell, de azért az, az, van, van, van egy kis költsége, de tényleg próbálják minden olcsóban És lehet például sátrazni, és pont a Réma Andrea, a kolléganőnkkel találkoztam, és mondta, hogy ők például tudatosan azért sátraznak, mert hogy jó, úgy van ott az a jelenlét, meg az az atmoszféra, ami úgy, Igen, úgy tök régen, jó, régen, ha végig régen. ott van. Igen, igen. Ezt a sokan mondják, hogy, hogy nem is akarnak kimenni az, az, úgymond a, az iskola területéről, mert tényleg van, van. Hát most tagadhatjuk, de ott van az úrnak egy ilyen kedves ellenlét, amiben, amiben nem jó eljönni, az az igazság. De hát én. van nekinek, hogy mindenki nem tudott aludni, hogy vannak neked ezért be kell vállalni, és nyilván őket az úr, mert vagy egy vagy más, vagy kárpótolja, tehát nem akarok én ebből egy ilyen izét csinálni, egy ilyen vallási turizmus, tudod, de, 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 tényleg, de tényleg, jó ott aludni. Az, az igaz, hogy én is volt, hogy, hogy, hogy leköltöztem egy-egy évben, egy -egy, most nem, de, de volt, amikor, volt, amikor én is még ott is aludtam, mert, mert úgy voltam vele, hogy tényleg én is hát olyan erősen akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez, ez most nekem plusz lesz, hogy, hogy még otthonról leköltöztem, pedig aztán tényleg itt lakok 8 kilométer. Nagyon jó, jó, hát ö, tényleg ö, bátorítjuk a hallgatókat, hogy ha még nem voltak ilyen táborban, keresztény táborban, érdemez, igen, akkor ajánljuk a salgótarjánit. Köszönjük szépen, Korné, hogy itt voltál velünk, és tanuljunk a, elég a elénk, munkátokat szám. és a szolgálatokat. Minden jót kívánunk. A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, szép napot, viszont hallásra.